helyzet, amit egy ember, egy szervezet, egy gyülekezet egyedül nem tud megcsinálni, ez olyan áradat, hogy ez csak az együttműködésen, a legerősebb összefogással lehet csak egy ilyen feladatot elvégezni. Nyomon követtük az eseményeket, és mint talán mondhatom azt, hogy a háború sújtotta területhez legközelebb lévő egyházmegye, a szívünk azonnal rezonált arra, hogy segíteni mindenféleképpen kell és szeretnénk.